Ezeken a készülékeken hiába keressük a 4G hálózatot, nem képesek még annak használatára. Az elmúlt években a digitális fejlődés felgyorsulásával újabb és újabb mobil technológiák jelentek meg, amelyek a korábbiaknál több funkcióra és gyorsabb sebességre képesek. Ma már az internetes forgalom mintegy 95%-a 4G hálózaton keresztül történik, Miközben a 2- és 3G sok olyan erőforrást foglal, amelyet a modernebb technológiákra lehetne használni. Mivel a 3G a legkevésbé kihasznált hálózat ma már, a közeljövőben a szolgáltatók várhatóan kivezetik azt. A frekvencia gazdálkodásért felelős nem nemrég egy programot indított, melynek célja felkészíteni a lakosságot a technológiaváltásra, tudatosítani bennük, hogy a 3G-s készülékek bizonyos, alapvetően az adatforgalmat érintő funkciói nem lesznek elérhetőek. A program részeként hétfőtől becserélhetőek a 4 és 5G-re még nem képes bizonyos készülékek. Kik jogosultak a készülék cserére? Minden olyan ö, magyarországi lakóhelyjel rendelkező ö, természetes személy, akinek 3G képes készüléke van, és egyébként ezt aktívan használja is. Nem szeretnénk a 5 éve fiókban, sufniban ö, porosodó ilyen-olyan mobiltelefonokat, ö, most támogatni, hanem tényleg azoknak szeretnénk segíteni, akiknek a készüléke aktív használatban van. Azok a telefonok cserélhetőek be, amelyekről tavaly július és december között hívást indítottak, sms küldtek vagy adatot forgalmaztak használóik. A programba bevont üzletek az e-mail szám alapján tudják ellenőrizni, az adott készüléket le lehet -e adni. Országszerte amúgy több mint 50 kereskedő közel 700 cseleponton várja az érdeklődőket, szinte minden nagyobb településen. Megyénkben Nyíregyháza mellett például Máté Szalkán, Kisvárdán és Fehérgyarmaton. Ezek listája is megtekinthető a hatóság által nemrég elindított weboldalon a netrefel.hu-n, ahol sok hasznos tanácsal és információval is segítik a lakosokat. A készülékcsere során brutó 20 ezer forintos támogatást kapnak az érintettek a leadott telefonok után, amelyet új 4G képes készülék vásárlásakor lehet beváltani a csere idején és helyén, érvényes személyigazolványjal és lakcímkártyával. Ezt megelőzően azonban van még dolgunk a régi eszközzel a búcsúzáson kívül. A rajta tárolt adatokat le kell mentenünk valahova, kontaktlistákat, fényképeket, bármi, ami ezen van, és utána ezeket le kell törölni a telefonról. Tehát én azt kérjük mindenkitől, és ez a. A Netrefel oldalon is van rengeteg praktikus tanács azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet kontaktlistákat másolni, eh, hogyan tudok törölni a mobiltelefonról, úgyhogy még egyszer szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani a netrefel.hu oldalt. Feltétel, hogy az új készülék bruttó ára nem lehet több 120 ezer forinnál, hogy ne luxus telefonokra váltsák be a régieket. Ezek további sorsáról is gondoskodnak a program során, leadásuk után összegyűjtik és újrahasznosítják őket, hogy a legkevesebb terhelést jelentsék a környezetre.